akkor sem foglalkoztam, amikor 16 pont volt a hátrányunk, most sem, amikor 1 pont a hátrányunk. Természetesen nagyon fájó volt, főleg az, hogy hazai pályán szenvedtük el azt a két vereséget. Lehet, hogy a munkából való nem visszavétel, hanem egy picit annak a terhelésének a kisebbé tétele volt az, amit nem kellett volna úgy véghez vinni, ahogy azt én véghez vittem, de úgy gondolom, hogy kiegyenesedtünk, úgy gondolom, hogy a srácok is átértékelik azt, hogy miért volt az a kemény munka, és most ezeken a sikeres mérkőzéseken magukévá tudják tenni, hogy ezért dolgoztunk kőkeményen, hogy a bajnokság végén, hogyha kell, akkor szívvel, lélekkel, akarattal, de meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket. Merem jelenteni azt, hogy stabil a védelem. Ugye mi előrefele védekezünk, hogyha megnézzük a kapott gólnoknak az ömét, azt úgy kaptuk, hogy mi ajándékoztuk oda az ellenfélnek a labdát, és nem voltunk kijátszva, nem voltunk átjátszva. Sajnos ebben az egy-két érintős játékban, és még mindig egy tanulási fázisban vagyunk, sajnos benne van a hiba. Pluszban itt a mérkőzések megnyerése után szeretnénk a legtöbb gólt lőni az NB2-es bajnokságban. Ennek is vagyok a híve, hogyha rúgtunk kettőt, akkor legyen meg a harmadik, ha megvan a három, akkor a negyedik, az ötödik. Amennyit ki lehet hozni egy mérkőzésből, a maximumot azt ki kell hozni, de azt is tudni kell, hogy nem lehet minden meccset 4-5 góllal megnyerni. Soroksáleni mérkőzésen, ha jól emlékszem, egy kapus kirúgásból indítva 5-5 passzból gólhelyzetbe kerültünk. Ezt egy olyan csapat, amelyik nem rendelkezik megfelelő egészséges önbizalommal, az nem tudja megcsinálni. Földön kell tudnunk tartani a játékosokat, és úgy gondolom, hogy ezt a stáb tagjaival együtt egyelőre meg tudjuk oldani. 4 mérkőzés van hátra, én biztos, hogy nem fogok kiengedni egy fél pillanatig se. Szorítom őket, szorongatom őket, hogyha kell. Hazai környezetben én úgy gondolom, hogy nagyon kemény dió lesz a Mosó-Magyaróvár. De bízom a fiúkban, hogy átérzik a mérkőzésnek a jelentőségét, és kimondottan szeretném kihangsúlyozni, nem a feljutásról beszélek, hanem ennek a mérkőzésnek a megnyeréséről. Szeretném elérni ezen a 4 mérkőzésen, ami szerintem minden vasas szurkolónak a vágya, hogy újra NB1-es legyen a csapat. Én most mérkőzésről mérkőzésre megyek, de nagyon bízom benne, hogy május 19-én a szurkoló és a csapat találkozni fog, és ezek a vágyak meg fognak valósulni.